pártjának egyik vezetője. 90-es években Tolba is mondta, be is nyújtotta mindezt az Alkotmánybíróságnak. Az egyik beadványa indokolásaként hangsúlyozta, jelenlegi büntetőjogunk nem a nemi szabadság védelmét tekinti céljának, hanem az egységes és mindenkire kiterjedő, kötelező nemi erkölcs fenntartását, a férfi és nő kapcsolat konzerválását. Tisztelt Jobbik frakció, úgy látom, hogy önök politikai identitás keresésben vannak. Ezen az úton még nem jutottak el az Omega pontig, ezt keresik továbbra is. Láthattuk ezt már a kampány esetében is. Néha a kereszténységet tartották fontosnak, néha különböző neopogány emlékeket idéző ritusokat élesztettek föl. Néha a múltrendszert ostorozzák, de megtűrik tagjaik sorában a múltrendszer tisztségviselőit. Néha egyetértenek a kormányzatnak a kötelező magánnyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatos javaslatára, majd pár hónappal később ostorozzák azt. Én sok szerencsét kívánok az önök politikai identitás keresésének, remélem minél hamarabb megtalálják. A Fidesz-KDNP egyértelművé tette az elmúlt egy évben, hogy milyen értékrend mellett áll. Szeretnék abból az alkotmánybíróságból... Jobbik már elmondta a napirend előttiét. Abból az alaptörvényből idézni, amit önök elutasítottak. Elutasították azt, hogy büszkék vagyunk Szent István királyunkra, és arra, hogy hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Nem fogadták önök azt el, hogy elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó erejét. Szintén nem mondtak önök igent arra, hogy együttélésünk legfontosabb kerete a család. Szintén az E-cikkben szerepel az, hogy férfi és nő között képzelhető a házasság. Önök nem támogatták az alaptörvényt, és szintén itt a parlament elé kerül hamarosan egy sarkalatos törvény, amely ezt a kérdést rendezi. Nem támogatták önök azt az alaptörvényt, ami a család és gyermek szót 15-ször idézi az előző 8 helyet, nem támogatták, amely 2-szer hivatkozik a kereszténységre az előző 0 helyet, és nem támadták azt, amely Istent is idézi a korábbiakkal szemben. A kormánypolitikában, családpolitikában egyértelmű. A családi adózás január 1-től fogva él Magyarországon. A gyes ismételten 3 évig jár. Az egyházi intézmények finanszírozását a kormányzat az első hónapjában diszkriminációmentessé tette. Ugyanannyit kap egy egyházi szociális oktatási jóléti intézmény, mint bármilyen más. Az egyházi törvény pedig már a parlament asztalán hever. Ha jól emlékszem, a csütörtöki napon kezdjük meg az általános vitáját. Ott is egy tisztább, rendezettebb képet kívánunk kialakítani. Jól látható tehát, hogy pontosan milyen politikája van ennek a kormányzatnak. Bármit is kíván a Jobbik most itt előhozni. De engedjék meg, hogy bebizonyítsam azt önöknek, hogy sokszor nemzetibb volt a Jobbiknál is a kormányzat előterjesztése, hiszen a Fidesz-KDNP javaslatára lett június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. A kettős állampolgárságot Fidesz-KDNP-s képviselők terjesztették be. Elindultak a határon túli osztálykirándulások, amit örülünk, hogy önök is támogattak. 1500 új rendőr pedig elkezdett tevékenykedni a közbiztonság megerősítésére, és mint önök is tudják, 10-es nagyságrendben kívánunk rendvédelmi feladatok ellátásába 40-50 éves jó szolgálatot végzett volt rendvédelmi dolgozókat hívni. De engedjék meg, hogy arra is hozzak egy példát, hogy miben volt szociálisan érzékenyebb mondjuk az MSZP-nél az elmúlt kormányzat, hiszen mi az IMF javaslataival szembeszegülve nyugdíjcsökkentés helyett bankadót vezettünk be, pedagógus bércsökkentés helyett szektorális különadókat vezettünk be, vagy kilakoltatási moratóriumával óvtuk a leginkább nehéz sorsúakat. Az LMP-nél is volt egy zöldebb javaslatunk, amikor a Széchenyi terv második prioritásává tettük a zöld gazdaságnak a fejlesztését a második legnagyobb támogatási formában. Az új alapjog védelmünk pedig az új alaptörvényben iránymutató, hiszen azt az alapjogi kartát ültette át a magyar alkotmányba, alaptörvénybe, amelyet még másik európai ország nem tett meg. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek sikeres identitáskeresést kívánok, a mi politikánkból a miénk kirajzolódik. Köszönöm szépen! Felhívnám Jobbikos képviselőtársaim figyelmét, hogy nem az utcán vannak. Azt a magatartást, amit kritizáltak, azt nem kell behozni a házba. Napirend előtti felszólásra jelentkezett Schiffer András frakcióvezető úr az LMP részéről, színvak, esélyteremtés vagy megszorítások címmel. Parancsoljon, frakcióvezető úr! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Azt gondolom, hogy nagyjából teljes egyetértés van a házban arról, hogy ma Magyarországon az egyik, hanem a legsúlyosabb társadalmi probléma
az a roma-nem roma együttélésnek a rendezetlensége, válsága. Ennek oka természetesen az is, hogy a rendszerváltáskor összeomló nagyipar maga alá teremtett munkahelyeket, és azt a 1,5 millió embert, köztük nagyon sok romát, az elmúlt 20 év politikai elitje cserben hagyta. Meg vagyunk arról győződve, hogy a kormányt és személy szerint Balog államtitkár urat a legnagyobb jó szándék vezeti akkor, amikor megpróbál tenni a roma integráció érdekében, és valóban vannak olyan kezdeményezések, amik azt gondolom, hogy támogathatók. Így például akkor, amikor önök a helyi piacok védelméről, a konfliktus megelőzésről, mediálásról beszélnek, ezeket korábban már az LMP is kezdeményezte, és természetesen azokat a kezdeményezéseket, mint például a keresztény-roma szakkollégiumi hálózatnak a támogatása, szintén üdvözölni tudjuk. Viszont azt gondoljuk, hogy az az út, amire a kormány tévedt, az úgynevezett Orbán-Farkas paktummal, tehát a kormány és az országos roma önkormányzat közötti megállapodásra, ez tévútra viszi a kormányt, a magyarországi cigányságot és az országot. Három alapvető tévedés van a kormány roma integrációs politikájában. Egyrészt nem számolnak azzal, hogy a Magyarországon élő rászorulók többsége nem roma. Másodszor a rászoruló romáknak egy jelentékeny része dolgozó szegény. Azt tartjuk egy alapvető problémának, hogy az az út, amire önök tévedtek, ez nem a színvak esélyteremtés politikája. Azt gondoljuk, hogy a kormányzatnak alapvető kötelezettsége az, hogy etnikai hovatartozás nélkül teremtsen esélyt a Magyarországon élő rászorulók számára, a dolgozni akarók és az egyébként dolgozó szegények számára. Önök ebben a keretmegállapodásban azt írják, hogy a roma önkormányzat, mint roma érdekképviselet biztosítani tudja, hogy ezekben a programokban kellő arányban vegyenek részt hátrányos helyzetben élő, mély szegénységben élő roma és nem roma gyermekek, fiatalok és felnőttek. Ezt a roma önkormányzat nem tudja biztosítani. Az a politika, amelyik szakít a színvak esélyteremtéssel, minden esetben a rasszisták, a szélsőségesek malmára hajtja a vizet. Önök nem kalkulálnak azzal, hogy a rászorulók közé tartozik a romák többsége, de a rászorulók többsége nem roma. Önök egész egyszerűen kiadják azt a felelősséget, amit a kormány át nem ruházható felelősségként visel a szegények iránt, kiadják alvállalkozásba a lungodrómnak. A szociális problémák etnikaivá varázslása egész egyszerűen zsákutca, feszültséget gerjeszt romák és nem romák között. A harmadik alapvető tévedés pedig az, hogy az elmúlt évek, évtizedek bebizonyították azt, hogy a roma integráció, valamint a neoliberális szegényellenes politika egymást kölcsönösen kizárja. Ehhez képest önök ebben a keretmegállapodásban a Széll Kálmánról elnevezett megszorító csomagra hivatkoznak minduntalan. Közben Magyarországon a következő években iskolákra, egészségügyre kevesebb fog jutni, és leginkább a legszegényebb kistérségekben van a legtöbb betöltetlen háziorvosi és védőnői praxis. A kormány tavaly azzal kezdte a megszorításokat, hogy az iskolai mentorprogramok, így az útravaló program forrásainak egy részét elvonta. 2. A tankötelezettség tervezett leszállítása roma diákok ezrei elől fogja elzárni a továbbtanulás útját. Önök azt ígérik, hogy 20 000 roma fiatal szerezhet piacképes szakmát, 10 000 roma fiatal pedig érettségit. Hogyan, miből? Harmadrészt az egyetlen konkrétum, ami ebben a keretmegállapodásban van, hogy nem az pedig az, hogy visszatérnek arra a magyar-bálinti útra, hogy kis létszámú formában is megszervezhető iskolai osztályokat kívánnak. Nem külön kis létszámú cigány osztályokra van szükség, hanem arra, hogy minden diáknak biztosítsák igény szerint az egyéni fejlesztést, mentorálást. A lemaradást tudnélik az iskola kezdés előtt, még óvodáskorban kell megkezdeni. A jó gyakorlatok folytatására, így például az igrici uborkatermesztő és feldolgozó szövetkezetre gondolok, vagy bizonytalan a forrás, vagy pedig ezeket a forrásokat megszüntették. A dolgozó szegényekre sújt le az egykulcsos adó, elmaradt a családi pótlék emelése, az adójóváírás tervezett teljes kivezetése végleg padlóra küldeni ezeket a családokat. Végezetül pedig az a közmunkaprogram, amit önök most a belügyminisztérium alá kívánnak rendelni, fele annyi forrásból, mint amit korábban ígértek, ez egész egyszerűen másodrendűvé degradálja azokat, akiket önök idehajtanak be, és nem megoldás az alapvető foglalkoztatási gondokra. Köszönöm szépen! Kormány nevében válaszadásra Balogh Zoltán államtitkár úrnak adom meg a szót.
Elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a méltató szavakat. Mégis azt kell mondanom, hogy alapvető különbség van köztünk akkor, ha ön úgy gondolja, hogy akár a foglalkoztatás politikában, akár az oktatás politikában, akár más szakpolitikákban nem kell megjelenni külön roma szempontoknak a kormányzat politikájában. Volt már ilyen típusú kormányzás is, nem ért el sikereket. Mi úgy gondoljuk, hogy részben azért nem ért el sikereket, mert nem vette figyelembe azokat a szociokulturális sajátosságokat, hiszen erről van szó itt alapvetően, ami a magyarországi cigányságnak a roma népességre jellemző. Amikor ön úgy gondolja, hogy az országos roma önkormányzattal kötött megállapodásban át akarjuk hárítani a felelősséget a romákra, a saját maguk fölemelkedésére, akkor hagyd mondjam azt, hogy nem jár egyébként messze az igazságtól, mert valóban ennek a megállapodásnak a lényege és a legfontosabb üzenete az, hogy igenis a romáknak is felelősséget kell vállalni azért, hogy jobb körülmények közé kerüljenek, hogy többen jelenjenek meg a munkaerőpiacon, vagy akár a közmunkaprogramokba, hogy színvonalasabb oktatásban jobb eredményeket érjenek el, mint eddig. És a megállapodásnak az üzenete egyrészt az, hogy nélkülük nem fog menni, tehát nekik is aktívan részt kell venni. Az egyik aláírás ez erről szól, a miniszterelnök aláírása, a másik aláírás, Farkas Florián aláírása pedig arról szól, hogy ők ezt vállalják. Hogy van egy olyan rendszer Magyarországon, és szerintem érdemes lenne mondjuk a civil értelmiségi rózsaszín ködökből néha leszállni abba a világba, ahol majd 6000 képviselője van a magyarországi cigányságnak, mint ahogy egyébként van az összes másik 13 nemzeti és etnikai kisebbségnek, nemzetiségnek is Magyarországon. Egy olyan egyedülálló rendszer jött létre 1993-ban, amelyik Magyarországot egyedülállóvá teszi abból a szempontból, hogy van képviselője ennek a népcsoportnak, tehát van kiket megszólítani, van kiken számunk kérni, és vannak, akik a sajátjaik nevében, a sajátjaikon is számunk kérhetik azt, hogy mit is tesznek ők maguk is a fölemelkedésért. Ez indokolja azt, hogy egy külön megállapodást kössünk, és hogyha már a szociokulturális sajátosságokról beszélünk, akkor nyilván ez a munkaerő piacra való eljuttatásban is egészen más eszközöket követel, mondjuk egy olyan harmadik, negyedik generációban reguális munkavégzést nem is látott cigány embernek vagy cigány fiatalnak az esetében, mint mondjuk egy olyan nem roma magyar állampolgárnak az esetében, aki 5-10 év óta nem tud munkához jutni, és neki van segítségre szüksége. Ez egy más típusú fölzárkóztatás, erre a speciális igényre jelenik meg a megállapodás, amit ön idézett. És ha megengedi, egy konkrét dologra is utalnék, itt a Zigrici Uborka programot hozza ide, hát ugye ezért van szükség arra, hogy külön romákat fölkészítsünk például vállalkozás indítására. Én magam személyesen tárgyaltam ott ennek a projektnek a roma vezetőjével, akinek 2 hónap alatt nem sikerült egyetlen sort leírnia abból, hogy ő mit szeretne pontosan. Így elég nehéz állami támogatást és állami forrást juttatni valakinek, aki erre vagy nem képes, vagy nem hajlandó. Mi ebbe segítséget fogunk nyújtani, de ahhoz bizony speciálisan ebben az ügyben úgy gondolom, hogy meg kell adni a segítséget. Hogyha valaki abból indul ki, hogy színvaknak kell lenni egy ilyen típusú szociális fölzárkózásnak, az éppen ezeket a típusú sajátosságokat hiányolja, és én úgy gondolom, hogy nem csak gazdasági és szociális kérdésről van szó, hanem igenis kulturális kérdésről is szó van, igenis közbiztonsági kérdésről is szó van, mindezeket komplexen kezelve kell megjeleníteni ezeket a szempontokat. És hagyd mondjam azt, amikor ön fönsorolja, hogy kiknek akarunk esélyt adni, egyetlen csoportot kihagyott, elmondta a dolgozni akaró romákat és nem romákat. Én hagyd mondjam azt, hogy a dolgozni nem akaróknak is szeretnénk esélyt biztosítani, mert bizony ma Magyarországon vannak olyanok, akik számára a segély az egy jobb élet lehetőséget nyit, mintha elkezdenének először nagyon alacsony szinten dolgozni. Mi szeretnénk őket képessé és alkalmassá tenni arra, hogy ők is részt vegyenek azokban a felzárkóztató programokban, amiknek csak egyik része egyébként a munka, nem csak a munkaerőpiac, hanem az állam által garantált munkahely és munkavégzés. A másik az, hogy közben természetesen az ő képességeiket kell javítani úgy, hogy az ön által is idézett számokkal piacképes szakmához juttatjuk őket. Ön azt mondja, hogy az egyetlen konkrétum az valami fajta esélyegyenlőségi problémát. Nem tudom, hogy a számoknál lehet-e konkrétabban beszélni. Ön is konkrét számokról beszélt, mi ezeket a konkrét számokat elvárjuk önöktől, hogy majd számon kérjék rajtunk.
kérjük addig azért inkább támogassák ezt a kezdeményezést, mert én azt kérem, hogy önök ne legyenek színvakok, de ha lehet, akkor vakok se legyenek a magyar valóságot érintően. Köszönöm szépen. Most Salamon László képviselő úrnak a KDNP részéről adom meg a szót, aki a szovjet csapatok kivonulásának 20. évfordulója alkalmából jelentkezett napirendelőtti szólásra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. A tegnapi napon múlt 20 esztendeje, hogy az utolsó idegen megszálló katona elhagyta az ország területét. Ezzel véget ért hazánk 47 éven át tartó idegen megszállása. E közel fél évszázados gyászos korszak a II. Világháború idején, 1944. március 19-én kezdődött, amikor is a hitleri Németország hadseregének bevonulása véget vetett hazánk szuverenitásának. Megszűnt az ország belpolitikai és külpolitikai cselekvési szabadsága, előidézve ezzel nemzetünkre a legsúlyosabb következményeket. Többek között végzetessé váló akadályát képezte a céltalan és értelmetlen háborúból történő kilépési kísérletünknek, melynek következtében a világháború végkifejletében hazánk teljes egészében hadszíntérré vált, tömeges életáldozatokat és soha nem látott pusztulást szenvedve. A tengelyhatalmak veresége nem hozta meg függetlenségünk helyreállítását, a német megszállást szovjet megszállás váltotta fel. Szuverenitásának hiányában nemzetünk továbbra is nélkülözte sorsa szabad alakításának lehetőségét. A polgári demokrácia tiszavirág életű korszaka Moszkva nagyhatalmi taktikája függvényének bizonyult, miközben ebben az időszakban is érvényesült az idegen hatalom viszonyainkat torzító befolyása. A nagyhatalmi taktikai szempontok szükségtelenné válását követően a szovjet saját társadalmi és politikai rendszerét erőltette az országra, és szabadságunk kivívásának 1956-os kísérletét tankjaival taposta el. Miként az törvényhozásunk megállapította, népünk az Európától való leszakadással, a gazdasági és társadalmi zsákutcába kerüléssel és a morális értékek megrendülésével sínylette meg szuverenitása legutóbbi közel fél évszázados hiányát. Szomorú jellemzője két egymásba érő megszállás korszakának, hogy mindkét megszálló nagyhatalom megtalálta hazai szervilis kiszolgálóit, azokat, akik politikai fanatizmusból, a hatalom lehetőségétől és a hozzá kapcsolt kiváltságoktól megittasulva vállalkoztak a hazaáruló vazallusi szerepre. Az ő felelősségük mindazért, ami ebben az időszakban Magyarországon és Magyarországgal történt, vetekszik az idegen megszállók felelősségével. Magyarország új alaptörvényének nemzeti hitvallása méltó módon emlékezik meg állami önrendelkezésünk visszaállításának jelentőségéről, amikor az idegen megszállások alkotmányjogi következményei taglalja. Törvényalkotásunk jelentős vívmánya az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról szóló 2001 évi 17. törvény megszületése, mely 1991. június 19-ének az utolsó szovjet katona távozásának napját emléknappá nyilvánította. Tisztelt országgyűlés! Két évtizeddel ezelőtt a történelem kedvező fordulata révén a rendszerváltozás eredményeként nemzetünk visszanyerte szabadságát és az idegen megszállás megszűnésével minden korlátozástól mentes szuverenitását. A rendszerváltozás követően az vált számunkra igazi kihívássá, hogy hogyan tudunk a kivívott szabadsággal megfelelően élni, és miképpen tudjuk sorsunkat az európai népek együttműködésébe bekapcsolódva a magunk és a jövő nemzedékek javára alakítani. Történelmünk arra tanít,
hogy szabadságunk és függetlenségünk pótolhatatlan kincs, melyre féltően vigyáznunk és melyhez álhatatosan ragaszkodnunk legfőbb kötelességünk. De hasonlóan fontos, hogy ezzel a kincsel a nemzet javára jól sáfárkodjunk. Mindez a mi felelősségünk, nemzetünk és a történelem előtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hende Csaba miniszter úrnak adom meg a szót válaszadásra. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Kovács Imre az író írta egy helyütt, éjszaka azt álmodtam, hogy kimentek a németek, és nem jött helyettük senki. Sajnos nem volt ilyen szerencsénk, szovjet megszállás következett. Mit jelentett ez a megszállás? Azt, hogy megszűnt a magyar szabadság, az állami életet, a demokráciát, a megszálló szovjet csapatok széttaposták, és a helyébe egy kollaboráns bábállam került. Mindaz, amit a létező szocializmus kiszolgálói megtettek ebben az országban, végső soron a fegyveres megszállásra volt visszavezethető. A szovjet megszállás röviden szólva teljes anyagi és gazdasági kiszolgáltatottságot is jelentett. Azt jelentette a megszállás, hogy a Vörös Hadsereg jelenléte nagyon is érzékelhető volt az átlagemberek számára is. A múlt héten Gyulafi Rátóton emlékeztünk meg, arról az 1986-ban bekövetkezett szörnyűséges eseményről, amely arról szólt, hogy a gyakorlatozást megunó, abba belefáradó három részeg orosz katona a T-72-es tankot leállította a falu határába, majd bement a kocsmába, ott még jobban leittasodott, összetűzésbe keveredett a helyi legényekkel, majd elégtételt óhajtván venni az őket ért sérelmeken. Az egyikük visszament a falu szélén álló T-72-eshez, és teljes sebessége belevezette a kocsmába, agyon taposva Radics Gyula helybéli kőművest. Mindez nem 45-ben, nem 46-ban, hanem 1986-ban történt, tisztelt országgyűlés. Ha tudni és érteni akarjuk mindazt, hogy mit jelentett az orosz, a szovjet megszállás hazánknak és az egyes embereknek, akkor mindezt nem szabad elfelejtenünk. És ha tudni és érteni akarjuk, hogy mit jelent és mennyire drága dolog a szabadság, akkor erről a kivonulásról, erről a június 19-éről valóban újra és újra meg kell emlékeznünk. Tisztelt országgyűlés! A szovjet rendszert a fegyveren és az erőszakon alapuló nyers erő hozta létre, és annak múltával önsúlya alatt roppant össze. Meg kell emlékeznünk mégis azok érdemeiről, akik siettették és magyar részről igyekeztek mederbe terelni ezt a folyamatot. Antal József miniszterelnökünkről, aki először mondta ki a Varsói Szerződés megszüntetésének igényét, és a lehető legkeményebben és legméltányosabban tárgyalt megszállóinkkal. Fürr Lajosról, akinek tárcavezető miniszterként a lebonyolítás feladata jutott. Ebben hatalmas segítséget nyújtottak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői és munkatársai, néhai Annus Antal altábornaggyal az élükön. Nekik volt köszönhető, hogy minden különösebb atrocitás nélkül sikerült kivonni azt a több tízezer embert, és az elképesztő mennyiségű hadfölszerelést, sok száz páncélos repülőt és mást, amelyet a harmadik világháború sikeres megvívása véget tároltak hazánkban. Mindezt egyetlen esztendő alatt sikerült lebonyolítani. Ők tehát a kivonulás magyar hősei, olyanok, akikről az érdemüknél ritkábban szoktunk megemlékezni. Az örökségről röviden. A nullszaldós megoldás, amely a környezeti károkat, illetve az itt hagyott orosz beruházások ellenértékét egyenlegbe állította, azt kell mondanunk, hogy ez egyetlen lehetséges, gyors és hatékony megoldás volt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ilyen olcsón még egyetlen megszállótól sem szabadultunk meg. A környezeti terhelés ugyanakkor borzalmas. Rémregényeket lehet mesélni a környezeti károkról, amelyeket teljes mértékben azóta sem sikerült felszámolni. Meg kell említenem, hogy ezen a téren óriási teljesítményt nyújtottak a Magyar Honvédség szakcsapatai. Szeretném kiemelni közülük is a tűzszerészeinket, akik csak a komáromi erődből több ezer tüzérségi lőszert hoztak ki és mentesítettek. Ezek a Magyar Honvéd tűzszerészek a mai napig harcban állnak a II. Világháború és a szovjet örökség felszámolásával. Ők mindennapjaink csendes és kevéssé ismert hősei, tisztelet és megbecsülés nekik.
Tisztelt országgyűlés, amikor a 21. század immár második évtizedében a Szabad Magyarország ügyéért dolgozunk, mindenképpen emlékeznünk kell a megszállás és a kivonulás történetére. Emlékeznünk kell és értékelnünk kell egy sikeres magyar külpolitika a nemzet érdekében megtett hatalmas jelentőségű és sikeres lépéssor eredményét. Emlékeznünk kell ugyanakkor a megszállás minden áldozatára és azokra is, akik például 1956-ban fegyverrel a kézben harcoltak a magyar szabadságért. Köszönöm figyelmüket! Az MSZP képviselőjeként Tóbiás József képviselő úrnak adom meg a szót, aki Álmaik és a valóság címmel jelentkezett napirendelőt szólásra. Parancsoljon! Van egy ország, ahol sajnos nem csak álmomban jártam. Ez az ország a Fidesz Magyarországa, amely a valóság és egy szürreális hatalom álmainak, inkább lázálmainak a keveréke. A Fidesz egy éve megmutatta, hogy milyenné lehet egy ország, ahol a hatalom pillanatnyi birtokosai számára minden érdeket felülír a hatalomhoz való ragaszkodás. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Amikor a Fidesz Magyarországáról beszélünk, akkor egy végtelenül kettéhasított országot látunk magunk előtt. Egy olyan országot, ahol a hatalom elvette a mindennapok biztonságát és kiszámíthatóságát. Már nem csak azt nem tudják a Fidesz Magyarországában, hogy mi lesz 5-10 év múlva, hanem a holnap is bizonytalanná vált, sőt, gyakran a tegnap is újra és újra íródik. Ez az ország pedig küzdene a kettéhasítottság ellen, harcol azért, hogy engedjék élni, és hisz is benne, hogy képes újraegyesíteni magát. De közben ez a fideszi hatalomnak nem érdeke, mivel láthatólag úgy tartják. A szerethető, kiszámítható hatalom az a gyengeség jele. Egy háborúban pedig nem lehet gyengének lenni. De nem háború van. Még ha annyira szeretnék is ezt láttatni velünk. Még a Fidesz Magyarországában sincs háború, hanem végtelen központi akarat által vezérelt megosztottság van. Magyarország kettéhasadt. Pedig kettéhasadt országban nincs sem társadalmi biztonság, sem közbiztonság, sőt, demokrácia hiány, jogbiztonság sincs. Mi úgy véljük és tudjuk, hogy egy kettéhasított ország újraegyesíthető. Ehhez olyan alapvető demokratikus értékekre van szükség, mint a szabadság, a jogbiztonság, az esélyegyenlőség és a modernizáció. Sajnos a Fidesz Magyarországában az elmúlt egy évben megtapasztalhattuk, milyen, amikor alapvető értékünket, a szabadságot veszik el tőlünk. Amikor a munkavállalókat kiszolgáltatottá tesznek, amikor nyugdíjasként el akarják venni megszerzett és a törvény szerint járó jogainkat, amikor a munka és munka között különbséget tesznek, csak hogy megspórolják a munkabér árát. Nincsen szabadság ott, ahol a médiát korlátozzák, ahol az emberek feje fölött írnak alkotmányt, ahol elveszik a magánnyugdíjpénztárokban gyűjtött pénzeket. Csak azt érzik az emberek a mindennapjaikban, hogy nem lehet ez ellen semmit sem tenni. A hatalom arroganciája ellen újra meg kell tanulniuk védekezni. Az elmúlt hetek azt mutatták, hogy ha szervezett körülmények között nem engedi a hatalom, hogy a társadalom elmondhassa a véleményét, akkor marad az utca, a sztrájk, a demonstráció, a tüntetés, a civil engedetlenség. Persze azt is megmutatja a társadalom, hogy sokkal intelligensebb, mint a hatalom, mivel nem arrogáns, nem bosszúálló és nem pökhendi, hanem csak azt mondja, hogy nem így, ez így nem mehet tovább. Talán két évtizeddel a rendszerváltozás után nem gondoltuk, hogy újra beszélni kell a jogbiztonságról. De a Fidesz Magyarországában azt is meg kell ismernünk, hogy milyen az, amikor a hatalom visszaél, átírja visszafelé a társadalommal kötött szerződéseket, amikor szétszaggatja a mindennapok garanciáját. A társadalom a maga kultúrát formájában és módján erre is elmondja. Elég, ezt így ne tovább. Az esélyegyenlőség alapvető eleme kell legyen minden társadalomnak, még a Fidesz Magyarországának is. De önök mégsem ismerik el ezt az alapvető társadalmi jogot. Az önök világában vannak kivételezettek, ez a kisebbség, és vannak a kitaszítottak, ez a többség. Az önök világában a kitaszítottak elszenvedői a kivételezettek gyarapodásának. De azért, hogy a kitaszítottak ne vegyék észre helyzetüket, folyamatosan egymással szemben fordítják őket. Bűnbakot csinálnak rokkant nyugdíjasból, bérből és fizetésből élőből, a munkáját elvesztő emberből, a rendőrből, a tűzoltóból, a szegényekből, és még sorolhatnám. Csak azt nem veszik észre, hogy lassan már 10 millió bűnbak lesz ebben az országban, akik valamiért felelősek lesznek.
Azonban a társadalom átlát ezen, higgyék el. Azt gondolja a fideszi hatalomról, hogy az emberek, a fideszi hatalom azt gondolja az emberekről, hogy ők önzőek, és csak a maguk problémáit látják, de tévednek. Mert a bányász kiáll a rendőr mellett, a pedagógus a tűzoltó érdekeit is védi, a dolgozók a munkanélkül lévőkért is aggódnak. A társadalom a Fidesz Magyarországában is összeáll, és azt mondja, elég a ketté hasítottságból. Magyarország egyetlen esélye a modernizáció, de a hatalom nem engedi meg, nem segíti a...